A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen előnyei vannak az astaxantinnak, és hogy kinek ajánlott astaxantint alkalmazni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az astaxantin egy karotinoid féle, ami leginkább a tengeri, vízi élőlényekben található meg, elsősorban azokban, amelyeknek vöröses, narancssárgás színük van, mint a lazac, a rákok, a homár és a krillek. Több mint 600 fajta karotinoidot ismerünk, és közöttük az astaxantin bír a legerősebb antioxidáns hatással, 20-szor erősebb, mint a beta-karotin, a C-vitaminnál 1000-szer, míg az E-vitaminnál 100-szor hatékonyabb. Az astaxantin a legnagyobb koncentrációban a Hematococcus pluvialis algában van jelen, így az ezen algákból készült készítményekkel tudjuk rendszeresen pótolni, bevinni. A tengeri krillek ezekkel az algákkal táplálkoznak, így ugye a krillekben és a belülük készült krillolajban is jelen van az astaxantin. Létezik szintetikus astaxantin is, ennek azonban az antioxidáns ereje jóval elmarad az algákból kivont astaxantintól. Az astaxantin gyulladás ellenes hatású, jelentősen növeli a szuperoxid dizmutáz enzim szintjét, így nagy segítséget adhat a szervezetünk számára a krónikus megbetegedések kialakulása ellen. Érdemes bevetni például ízületi gyulladás, reuma esetén, ahol mérsékelheti a fájdalmat és lassíthatja a további állapotromlás mértékét. A karotinoidok jó hatással vannak a májra, így az astaxantin is javíthat a máj funkciókon, csökkenhet a hatására a máj elzsírosodásának a mértéke. A hatására javulnak a máj méregtelenítő funkciói is, tehát hatékonyabb lesz a méreg átalakítás a szervezetünkben. A véragygát egy erőteljesen szelektáló szűrőrendszer, mely kizárólag olyan anyagokat enged át, amelyek hasznosak az agynak. Az astaxantin át tud hatolni a véragygáton, és jótékonyan fel tud halmozódni az agyban, ezzel pedig hosszú távú védelmet adhat az agysejteknek. Az astaxantin a vér retinagáton is át tud hatolni, tehát eljut a szemekhez is, és sokkal eredményesebben javít a szemeknél lévő sejtek állapotán, a retina sejteken, mint a beta-karotin. Az astaxantin természetesen nem helyettesíti az A-vitamint, ahogy a beta-karotin sem, mert például a beta-karotinnak is jó esetben csak egy 5%-a tud átalakulni a májban A-vitaminnál. Tehát az A-vitamint érdemben állati eredetű ételekkel tudjuk pótolni. Az astaxantin segít az elasztin szint növelésében, az elasztin jelentősebb mennyiségben van jelen a bőrnél és az erekfalán, így a rendszeres bevitelével javíthatunk a bőrünk és az ereinknek a rugalmasságán. A férfiak javíthatnak a spermiumaik vitalitásán, növelhetik a megtermékenyítésre kész spermiumok számát az astaxantinnal, így ugye babatervezés előtt pár hónappal mindenképpen ajánlható a szedése. Az astaxantin zsírban oldódik, tehát ha magas állati zsírtartalmú ételekkel visszük be, jobb lesz a hasznosulása, a felszívódása a szervezetünkben. Például zsírosabb húsokkal, vajjal, tojással, halételekkel. Ideális tehát étkezés közben vagy étkezés után bevenni az astaxantin tartalmú készítményeket. Felerősödnek a hatásai, ha más antioxidánsokkal, polifenolokkal, vitaminokkal és nyomelemekkel alkalmazzuk, például ha más algákkal együtt fogyasztjuk, spirulinával, klorellával, kelpalgával, szőlőmagörleménnyel, vagy mondjuk pogyós gyümölcsökkel. Az astaxantin szedhető autoimmunbetegségek, cukorbetegség és magas vérnyomás esetén is. Az astaxantin egy erős, intenzív hatású vegyület, ezért sokféle gyógyszer működésére hatással lehet. Ha összetett egészségügyi problémánk van, mindenképpen egyeztessünk az orvossal is a fogyasztás megkezdése előtt. Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el az astaxantinnal, legalább napi 2 mg bevitelére van szükség, de minél többet pótolunk, annál gyorsabban és hatékonyabban jönnek az eredmények. Az Immunex alga komplexben megtalálható az astaxantin is, másik 4 algával együtt, Chilében vulkanikus környezetben élő algákból származik. Kapszulánként 1 mg astaxantint is tartalmaz, tehát ha például napi 6 kapszulát alkalmazunk, napi 6 mg astaxantint vihetünk be vele. Terhesség és szoptatás alatt is szedhető, illetve gyerekek is szedhetik az astaxantint, 3-12 éves kor között nekik bőven elegendő napi 1 g belőle.
Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az Astaxantinról, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!